A Happy című slágerre táncolnak a gyerekek annak a kiállításnak a megnyitóján, amely a korábbi művelődési ház homlokzatát díszíti. A tárlaton azoknak a gyermekrajzoknak a digitalizált változatát állították ki, amelyek még a nagykálói napokra kiírt pályázatra készültek. A gyerekeknek a Színezd újra Nagykálót című felhívás alkalmából olyan óriás méretű pályamunkát kellett készíteniük, amelynek központi témája az volt, ők hogyan képzelik el Nagykálót 2025-ben. A legjobbaknak ítélt rajzokat a nagykálói napokon díjazták, azonban a homlokzatra a digitalizálás után valamennyi pályamunka felkerült. Nagykálóváros önkormányzata pályázat útján nyert a Hőseink parkjának kialakítására bizonyos összeget, és ez a Hőseink parkja itt a művelődési központ előtt került kialakításra különböző térburkolatokkal, és miután kivágásra kerültek a bozótok, előbukkant a művelődési központ régi homlokzata, ami nem igazán szép látvány volt, ezért Végső Sanyi kollégámnak volt az alapgondolata azt, hogy kiszínezni, illetve újra festeni ezt a homlokzatot. Ezt mi tovább gondoltuk, hiszen a Nagykálói Napok rendezvénysorozat kapcsán pályázatot hirdettünk a gyerekek körében, hogy hogyan képzelik el városunkat 2025-ben, és ez adta az alapötletet, hogy akkor ezeket a rajzokat igenis kirakjuk ide a régi művelődési központ falára, hiszen véleményem szerint semmi nem szebb egy gyerekrajznál, és a gyerekek még annyira őszinték, és nem azon gondolkodnak, hogy mit, hogyan szeretnének majd manipulálni, hanem őszintén megálmodják azokat és lerajzolják azokat a dolgokat, amiket ők gondolnak, és amiket ők feltétel nélkül szeretnének. A rajzokat elkészítő gyerekek szüleikkel és hozzátartozóikkal valamennyien ellátogattak a kiállítás megnyitójára, hogy újra megtekintsék a rajzokat, valamint a művek által színes külsőt kapott épületet. Az átadó ünnepségen elhangzott: a gyermekrajzokból álló kiállítás valószínűleg egy évig még minden nap látható lesz, de addig mindenképpen, amíg le nem bontják a régi művelődési ház épületét. A tervek szerint azonban a rajzok azután sem kerülnek elszállításra, hanem megpróbálnak majd új helyet találni számukra. Elsőleges szempont az, hogy a gyerekek készítették, nagykálói gyerekek, a mi gyermekeink, a nagykálói fiatalság, a nagykálói jövő. Szerintem ez a legfontosabb üzenete. Mindig szoktam mondani azt, hogy amikor itt látom a mosolygós arcokat a különböző gyerekeknek szóló eseményeken, az a legboldogabb pillanat, és amikor a polgármester életében ez a legfontosabb esemény, amikor a mosolygó gyerekeket látjuk. Itt is szintén ez van, most is lehet látni, hogy örülnek a saját munkájuknak, és az is el kell hozzá mondani, hogy a másik öröm az, amikor a szülők, tegnap este láttam, hogy többen jönnek és fotózzák lefele a gyereküknek a munkáját, és akkor csodálkoznak és gyönyörködnek benne. Szerintem ebben a pillanatban a megye legszebb ilyen típusú alkotása címre is pályázhatunk. Juhász Zoltán továbbá arról is beszélt, a gyermekrajzokból álló kiállítást sötétedés után megvilágítják, így a tárlat este is jól látható.